titeket ma délután, és rögtön szeretnék is belevágni az üzenetnek a kellős közepébe, mert eléggé elszaladt az időnk, és amit látjátok, itt van a megterített asztal, azért, mert ma fogunk úrvacsorázni is, úgyhogy nem is szaporítanám a szót, hanem rögtön vágjunk bele a sűrűjébe. Hogyha itt voltatok az elmúlt alkalommal, akkor tudjátok azt, hogy elindult egy sorozat, aminek a részeként szeretnénk tanítani arról, szeretnénk üzeneteket átadni arról, hogy ennek a veszprémi keresztény közösségnek, ennek a veszprémi keresztény gyülekezetnek mi a küldetése. Szóval szeretnénk arról tanítani és arról üzeneteket átadni, hogy mi ennek a veszprémi keresztény gyülekezetnek a küldetése, hogy nekünk mi a küldetésünk. Szóval, hogy mi a küldetésünk? Azt viszont szeretném tisztázni, hogy elsősorban ez az üzenetsorozat nem csak a veszprémi keresztény közösségnek az életére vonatkozik, és már most szeretnénk tisztázni azt, hogy nem olyan igazságokat szeretnénk nektek átadni, ami speciálisan csak ennek a gyülekezetnek szól, hiszen hogyha ilyen üzenetek lennének, akkor lehet, hogy mi egy szekta lennénk, de nem azok vagyunk, hanem olyan hívő emberek vagyunk, akik a Szentírásra építik az életüket, az isteni kinyilatkoztatásra, arra, amit Isten az igéjében, a Bibliában kijelent. Úgyhogy igyekszünk mindazt, amit mondunk, a Szentírással alá támasztani, és még azt is elárulom nektek, hogy nem a saját gondolatainkat szeretnénk igazolni a Szentírással, hanem a Szentírásra szeretnénk fölépíteni a küldetésünket és az elhívásunkat, és szeretnénk összhangba hozni a Bibliával azt, ahogyan élünk és ahogy hogyan szolgálunk. Hogyha itt voltatok, akkor tudjátok, hogy a gyülekezetnek öt küldetése van. Egyébként nem voltam itt, de meghallgattam a múlt heti üzenetet. A dicsőítés, az evangelizáció, a közösség, a tanítványság és végül a szolgálat. A Tamás ugye két igét hozott elénk a múlt alkalommal. Meg kell találnom a megfelelő, ez az. Oké, tehát a múlt alkalommal a Máté 28:18-20-ig terjedő részt, illetve a Márk 12:28-31-ig versig terjedő szakaszokat, és ez alapján igazoltuk azt, hogy miért pont ez az öt dolog a gyülekezetnek, a veszprémi keresztény közösségnek is a küldetése, és különösen is ugye a második igéből láttuk azt, hogy a gyülekezetnek az egyik legfontosabb küldetése az az, hogy dicsőítse Istent. Éppen ezért ennek a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy dicsértessék. Nem tudom, hogy honnan ismeritek ezt a szót, vagy ezt a kifejezést. Hogy? Nem kell oda tartani? Jó, oké. Szóval majd csak így trükkösen, oké. Észrevétlenül. Nehogy észrevegye valaki, hogy én irányítom a kivetítőt. Szóval ennek a mai üzenetnek éppen ezért azt a címet adtam, hogy dicsértessék. De mielőtt rátérnék arra, hogy miért pont ez a cím, és hogy kicsit körbejárnánk a dicsőítésnek, a dicséretnek a témakörét, szeretnék néhány szót ejteni a küldetésről. Tamás a múlt alkalommal nagyon jól beszélt a küldetésnek a lényegéről, és én csak egyetlen egy dologgal szeretném kiegészíteni ezt, de nagyon fontosnak tartom, mert mind az öt témával kapcsolatosan, de a dicsérettel kapcsolatban különösen is fontos, hogy valamiről beszéljünk. Szeretnék nektek mutatni egy igét, nem kell oda tartanom. Az Ézsaiás proféta könyvének a 6. részéből az első 9 verset szeretném felolvasni. Ha van nálatok Biblia, elővehetitek, de látjátok, itt ki is van vetítve. Uzziá király halála évében láttam az urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Seráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. El tudjátok képzelni, hogy ott vagytok ezen a helyen, ahol ez történik? A mennyei trónteremben? Elég félelmetes hely lehet. Úgy tűnik. Van egy dolog, amit szoktunk énekelni, hogy ugye a mennyei trónteremben ott a helyem, és Jézus mellett élni a legjobb dolog, ugrálok és táncolok, mert szabad vagyok. Hát úgy tűnik ebből a szakaszból, hogy azért ez a mennyei trónterem egy elég félelmetes és izgalmas hely. Na de folytatom a felolvasást. Ekkor megszólaltam, ugye ezt élte át ez a proféta is, Ézsaiás, aki ezt megtapasztalta. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme,
Ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Ez az igazszakasz, amit felolvastunk, Ézsaiásnak az egyik átélését írja le, de ez a szakasz vonatkoztatható Jézus Krisztusra is, és amikor Jézus Krisztus az ő küldetéséről beszélt, amikor itt járt a Földön, akkor többek között idézte ezeket az ézsaiási szakaszokat is, utalván arra, hogy az ő életében ezek a profétai szakaszok beteljesednek. Azt láthatjuk ebből az igéből, hogy a küldetés az az, amiről a Tamás is beszélt, amikor egy felettünk álló hatalmasság megbízást ad nekünk valamilyen feladatnak az elvégzésére. De amire én szeretném fölhívni a figyelmeteket ma, és ez igaz a gyülekezet mind az öt küldetésével kapcsolatosan, hogy a küldetés az nem parancsnak a végrehajtása, hanem a küldetés az egy küldetésnek a teljesítése, egy feladatnak a teljesítése, és azt látjuk ebből az ige szakaszból, hogy ez önkéntes. Isten ad nekünk feladatot, és azt látjuk ebből a párbeszédből is, hogy fölteszi a nagy kérdést, hogy kit küldjek el, ki megy el. Tehát nem úgy történt ez a jelenet, hogy rábökött Ézsaiásra, vagy rábökött a Tomira, és azt mondta, hogy ezt kell csinálnod, ez a dolgod, ez a feladatod, ezt várom tőled. Hanem föltette a költői kérdést, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk. És utána Ézsaiásnak ez a válasza, hogy ugye ezt mondja, hogy itt vagyok, engem küldj. És amikor Ézsaiás próféta részéről megérkezett a válasz, utána történt az, hogy Isten szólt hozzá, és elmondta, hogy mi lesz a feladata. Úgy látjuk az ige szakaszban, hogy menj és mondd meg a népnek, és elhangzott a konkrét üzenet. Jézus Krisztussal ugyanez történt. Amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor egyértelművé tette azt, hogy ő azért jött, hogy az Isten által rábízott küldetést végrehajtsa. Ezt nagyon sokszor látjuk, nagyon sokszor tetten érhető ez, hogy valóban Jézus Krisztus tisztában volt a küldetésével, de az is igaz Jézus Krisztusra, hogy Jézus ezt önként vállalta. Ő nem parancsot teljesített. Nem úgy volt ez, hogy odaállt az apja, ő elé és azt mondta, hogy fiam, el kell menned és kész. Hanem fölkínálta a lehetőséget Isten Jézus Krisztus számára, hogy ezt a küldetést ő végrehajtsa. És Jézus Krisztus úgy döntött, hogy önként, a saját akaratából, a saját meggyőződéséből tesz eleget az atya kérésének, és viszi véghez azt, amit Isten rábízott. Ugye Tamás elmondta azt a kis történetet az életéből, amikor az édesapja, aki történetesen az én édesapám is, megbízta őt azzal, hogy véletlen egybeesések sorozatának vagyunk a tanúi, szóval aki megbízta őt azzal, hogy hozza át a másik utcából azt a bizonyos szerszámot. Én is ismerem az édesapámat, nem tudom, hogy a Tamásnak akkor lett-e volna lehetősége azt mondani, hogy nem megyek. Lehet, hogy egyszer megtette volna ezt, másodszor már nem biztos, hogy lett volna erre bátorsága, de mindennek ellenére azt látjuk, hogy még egy parancsot is lehet lelkesen és meggyőződéssel végrehajtani. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy Isten jelen pillanatban neked és ennek a Veszprémi keresztény gyülekezetnek sem parancsokat akar osztogatni, hanem küldetést akar adni. És fölkínál lehetőségeket, amivel vagy élünk, vagy nem élünk. Hogyha élünk, akkor annak viszont van egy feltétele, és erről szeretnék néhány szót beszélni. Szeretnék mutatni nektek két igét. A János evangéliumának a harmadik részében van egy jól ismert szakasz, így szól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Nagyon fontos, hogy az Isten és az ember kapcsolatában a kikerülhetetlen tényező az a hit. A hitnek a léte, vagy a hitnek a nem léte. Amikor Jézus a saját küldetéséről beszél, akkor ugye úgy fogalmaz egész pontosan, benne van a küldeni ige, hogy azért küldte el a fiút a világba. Amikor a saját küldetéséről beszél, akkor is látjuk, hogy a cél az volt, hogy az emberek hitre jussanak. Hogy az emberek szívében hit jöjjön létre. Azt mondja egy másik ige,
a zsidókhoz írt levél 11. részének a 6. verse, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Nem egyszerűen csak azt kell, azt van lehetőségünk elhinni, hogy Isten létezik. Máskor is mondtuk már ezt, azt mondja a Biblia, hogy az ördögök is hisznek. Hisznek az Isten létezésében. És félnek is tőle, és rettegnek is tőle. De nézzétek, mit mond ez az ige szakasz. Azt mondja, hogy hinnie kell, hogy van, és mit hisz még az az ember, aki Isten elé járul? Hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Fontos, hogy létrejöjjön benned egy hit azzal kapcsolatosan, hogy milyen az Isten. És fontos, hogy azokkal a küldetésekkel kapcsolatosan, amit Isten rád bízott, és azokkal a küldetésekkel kapcsolatosan, amit Isten erre a gyülekezetre bízott, te hitre jussál. Hogyha nem tudsz hitre jutni ezekben a dolgokban, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy értelmetlen az egész, és célt tévesztettél. De azért beszélünk ezekről a dolgokról, hogy a szívedben hit jön létre, mert meg van írva, hogy a hit miből származik. Mi tudja létrehozni a hitet? Az Istennek az igéje. A hit az hallásból van, a hallás pedig az Istennek az igéje által. És nagyon-nagyon fontos éppen ezért, hogy ezeket az üzeneteket meghallgassátok, és hitre jussatok ezekben a kérdésekben. Még egy igét szeretnék ezzel kapcsolatosan mutatni nektek. A Máté evangéliumának a 21. részéből a 28. verstől szeretném a következő szakaszt felolvasni. Jézus kérdezte az őt hallgató emberektől, egész pontosan a farizeusoktól, akik ugye mindig kritizálták Jézust, és nem értettek egyet azokkal a tanításokkal, amik Jézus szájából elhangzottak. Mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két fia. Oda ment az elsőhöz, és szólt neki: fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. Nem megyek, felelte, de később meggondolta, és kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt: megyek, felelte, de mégsem ment ki. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának? Az első, válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: bizony, mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák, vagy prostituáltak, megelőznek benneteket az Isten országában. Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de nem hittetek neki. A vámosok és a cédák hittek neki, de ti ennek ellenére, ennek láttára sem tartottatok bűnbánatot, és nem hittetek. Máskor is beszéltem már erről, hogy látszólag ez a példázat ugye arról szól, hogy fontosabb a cselekedet, mint a beszéd. És nem az a lényeg elsősorban, hogy mit mondasz, hanem az, hogy mit teszel. De ha jobban megvizsgáljuk ezt az ige szakaszt, akkor arra kell járnunk, hogy Jézus arról tanít, hogy ami igazán fontos, az a hit. Hogy minden az új szövetségben, amiben élünk, fontos, hogy minden hitből származzon. Hogy te azért tegyél dolgokat, azért mondjál dolgokat, mert abban az igazságban hitre jutottál. A küldetésnek ez a lényege. A komoly, nagy perspektívával és múlttal és jelennel és jövővel rendelkező cégek fontosnak tartják azt, hogy az alkalmazottaikat hitre juttassák a cégük jövőjével, küldetésével kapcsolatosan. Mert tisztában vannak azzal, hogy igazán küldetéstudattal csak így lehet élni. Csak így lehet dolgozni, csak így lehet eredményeket elérni. És nagyon fontos, hogy amikor te hallasz a gyülekezetnek a céljairól, a gyülekezetnek az 5 fő küldetéséről, és ebben megismered azt is, hogy Isten mit szánt neked, akkor te ezekben a dolgokban hitre jussál. Hogy ne azért tedd, mert valaki ezt kéri tőled. Ne azért tedd, mert jó hívő akarsz lenni. Mert nem akarsz kilógni a sorból. Mert ugye 100% összefogást hirdettünk, és hogyha te ellenemész a többieknek, akkor bizony ki fogsz lógni a sorból. Nem az a célunk, hogy mindenkit uniformizáljunk, hanem az a cél, hogy mindenki hitre jusson. És hogy az a hit, ami ezekkel kapcsolatosan bennünk van, az megihlesse, megtermékenyítse a ti szíveteket is. Azt látom, hogy azok az emberek, ugye Tamás is érintette ezt a témát, akik sok népet tudtak mozgósítani, az egyik legnagyobb erényük volt az legnagyobb erényük az volt, hogy a szívükben levő hitet és meggyőződést át tudták adni a környezetükre. Át tudták adni a környezetüknek. És ezáltal sok olyan embert tudtak mozgósítani, akiknek a szívében hasonló hit jött létre. Nagyon fontos látni azt, hogy az új szövetségben, egyébként máskor is, már az Ószövetségben is így volt, de az új szövetségben különösen fontos az, hogy hitre jussunk a dolgokat illetően. Na, ezután a rövid bevezető után szeretnék rátérni újból
a mai témánkra, a dicséretre. Ugye a Tamás említette azt, hogy fontos tisztázni, hogy milyen módon is állhatunk rá arra a pályára, amit Isten elénk tett, és három dolgot sorolt fel ezzel kapcsolatosan. Az első fontos, hogy megértsük, hogy miért fontosak ezek a kérdések. A másik, tudjuk meg, hogyan működik a gyakorlatban. És a harmadik pedig az volt, hogy találjuk meg a magunk helyét benne. Én erről a háromról a dicséret összefüggésében együtt szeretnék beszélni, mind a hármat fogjuk érinteni, úgyhogy rögtön bele is vágnánk, és az első kérdésem az az lesz, hogy mi a dicséret. Addig, amíg megpróbáltok erre válaszolni, mert ez újból egy interaktív igehirdetés, hogy mi is az a dicséret, addig megkérném a technikus kollégákat, hogy egy filmrészletet tegyenek be. Hát mégsem véletlen volt. Csak nem akartam, hogy tudjátok előre. Szóval mi a dicséret? Bátran szóljatok be. De ne nekem, hanem... Mi a dicséret? Hogy? Elismerés, magasztalás. Hogy? Hálaadás. Szilvi nagyon aktív ma. Külön hálás vagyok, érted, hogy itt vagy. Na, hát a következő filmjelenet az Mr. Bean, az igazi, Bír az igazi katasztrófa filmből lesz. Ebben a filmben Mr. Bean egy brit, vagyis angol teremőr, de nem tárlatvezető, arra szintre nem jutott el, mint Moni, hanem csak egy egyszerű teremőr egy képzőművészeti múzeumban, és a főnökei szeretnének legalább egy rövid időre megszabadulni tőle, ezért elküldik az Egyesült Államokba egy másik nagyon híres amerikai galériának a meghívására, és ott ők úgy fogadják abban a hitben, hogy ez az ember egy komoly tudással rendelkező művészettörténész, aki különösen a festészetek és a műalkotások területén aratott már oszlatlan sikereket, és abból az apropóból hívják meg, hogy az ő galériájuk egy különleges festményt tudott megszerezni, egy nagyon nagy értékű festményt. Most nem mondom el a filmet, az egészet, de a lényege az, hogy hát Bean barátunknak sikerül ezt a filmet teljesen leamortizálni, és a festménynek a bemutatóján valójában egy plakát kerül bemutatásra, de ezt rajta kívül és az ő hát házigazdáján kívül senki nem tudja. És amit most fogunk látni, az, amikor is Bean barátunk, aki ugye csak az elképzelések szerint, de valójában nem felkészült művészettörténész, szembesül azzal, hogy neki kell a megnyitón, a galéria képátadó ünnepségén beszédet mondania, és most ebbe a kis jelenetbe nyerünk bepillantást a következőkben, úgyhogy kérem az Ádámot, hogy indítsa el a filmet. Ugye tudja, mire gondolok? Igen. Nem kell túl sokat beszélnie, csak a... Dr. Bean, magára várunk, erre tessék! És most a nap második fénypontja, Dr. Bean, a nagy angol tudós, beszél néhány percet, ne túl sokat, doktor, új szerzeményünkről. Hölgyeim és uraim, Dr. Bean az Angol Nemzeti Galériában. Tessék! Nos, hello, Dr. Bean vagyok. Látszólag. És az a dolgom, hogy üljek és nézzem a képeket. Fantasztikus ember, fantasztikus ember. Mit tudok, amit elmondhatok-e festményről? Nos, ez egy nagy-nagy kép, ami nagyszerű. Mert ha nagyon kicsi lenne, mondjuk mikroszkópikus, akkor senki sem láthatná, ami nagyon nagy baj lenne. Másodszor, és ezzel mindjárt végére is érek a kép elemzésének. Másodszor.
Miért ért ennek a férfinak 50 millió amerikai dollárt? Igen, 50 milliót ez a portré. És ez a válasz az, hogy nos, azért ért ez a kép ilyen sokat, mert ez a kép Whistler anyja. És ahogy megtudtam, miközben legjobb barátom David Langley családjával voltam, a család rendkívül fontos. Még akkor is, ha Mr. Whistler nagyon jól tudta, hogy az anyja egy gonosz banya, aki úgy néz ki, mint aki kaktuszba ült, igaza van, vele maradt. És idejét nem sajnálva megfestette ebbe csodás képet. Ez nem csak egy festmény, ez egy szipírtyó képe, akitől az életet kapta. És ez csodálatos. Én legalábbis ezt gondolom. Bravo! Köszönöm a filmrészlet. És akkor, hogyha arra a kérdésre keresünk a választ, hogy mi a dicséret, akkor lehet, hogy egy picit közelebb kerültünk a megoldáshoz. Ugye milyen érdekes, hogy ahogy föltettem a kérdést, hogy mi a dicséret, akkor rögtön keresztény kifejezések jutottak az eszünkbe, hogy dicsőítés, hálaadás és a többi. Pedig a dicséret valójában nem más összességében véve, mint amikor valamiről vagy valakiről jó dolgokat mondunk. Ugye ez a Bean nevezetű professzor egészen megszerettette velünk ezt a képet. És egész közel került a szívünkhez ez a kép, én is el tudnám képzelni valahol a lakásban, és mindez azért volt, mert elkezdett dicsérni ezt a képet. Elkezdett róla jó dolgokat mondani. A dicséret az összességében nem más, mint amikor valakiről jó dolgokat mondok. Hogyha foglalkoztatok valaha pedagógiával, akkor tudjátok, hogy egy gyereknek milyen nagy szüksége van a dicséretre. Arra, hogy meg legyen dicsérve. Hogy a tanára által meg legyen dicsérve. Milyen nagy szüksége van egy gyermeknek arra, hogy a szülei rendszeresen megdicsérjék. Miért van erre szüksége? Hogy jó dolgokat mondjanak róla. Miért? Önbizalma lesz, igen. És miért lesz önbizalma? Nagyon jó a kifejezés, amit mondtál, Zsuzsa. Azért, mert az a hit, ami a másikban benne van ő iránta, az az övé is lesz. Azért, mert a dicséreten keresztül tudjátok, hogy mi nyilvánul meg? A hit. Amikor te valamit megdicsérsz, valamiről jó dolgokat mondasz, akkor a szívedben levő hit válik láthatóvá és válik nyilvánvalóvá. Amikor mi Isten dicsérjük, akkor nem más történik, mint az, hogy az Istennel kapcsolatos hitünk válik láthatóvá, és válik egyértelművé. A környezetünk számára is, és az egész szellemvilág előtt ez nyilvánvaló lesz. A kérdés ugye az, hogy vajon az Isten jó? Mert általában azért olyan dolgokat jó dicsérni, amivel kapcsolatosan ez megállja a helyét. Az Isten jó? Elmondott fantasztikus dolgokat Bean erről a képről, hogy csodálatos, meg hogy nagy, és egyebek. És Istent is így szoktuk dicsérni. Miket szoktunk Istenről mondani, amikor elkezdjük felsorolni a jó tulajdonságait? Hogy Isten hatalmas, hogy Isten erős, hogy Isten szent, hogy tökéletes, hogy Isten igazságos, hogy Isten hűséges. Egyértelműek ezek a dolgok? Hát neked lehet, hogy igen, de miért? Ismered, de biztos vagy ebbe? Vajon ennek a földnek hány százaléka az, aki meggyőződéssel van a tekintetben, hogy az Isten erős, hogy az Isten szent, hogy az Isten tökéletes, hogy az Isten jó, hogy az Isten igazságos? Ti nem szoktatok azokkal a kérdésekkel találkozni, hogyha az Isten olyan szent és olyan tökéletes, akkor hogy tudott ilyen tökéletlen világot teremteni, és ilyen tökéletlen embereket? Hogyha az Isten jó, akkor miért hagyja azt, hogy annyi ember szenvedjen ezen a világon, beleértve saját magamat is, gondolják sokan?
Vagy hogyha az Isten igazságos, akkor miért engedi azt, hogy annyi igazságtalanság történjen? Miért nem avatkozik be? Ha olyan hatalmas, akkor miért hal meg a hozzátartozom betegségben? Vagy miért vagyok beteg, és miért nem tudok meggyógyulni? Ha ő tényleg erős, akkor miért nem változtat a sorsomon? Hányszor kértem már tőle? Ha az Isten hűséges, akkor miért hagy benne a pácban? Nem hangzottak már el a környezetetekben esetleg valakik szájából ezek a kérdések? Ezek nagyon is napirenden lévő dolgok, és azt kell, hogy mondjuk, hogy az egész univerzumnak a középpontjában ez a kérdés feszül. Az egész szellemvilágban ez a kérdés, hogy az Isten jó, vagy az Isten nem jó. Tudjuk azt, hogy amióta konfliktus van ebben az univerzumban, az azóta van, amióta a sátán arra meggyőződésre jutott, hogy az Isten nem jó. És föllázadt Isten ellen. A saját akaratát, a saját elképzeléseit Isten akarata elé helyezte, és azt mondta, hogy erre azért van szükség, mert amit én tudok, amit én akarok, ahogyan én gondolkodom, az jobb, mint ahogyan az Isten akarja. Az jobb, mint ahogyan az Isten gondolja. Az jobb, mint ahogy az Isten tervezte. A sátán meggyőződésre jutott abban, hogy az Isten nem jó. És tudjuk azt, hogy nem csak ő maga, hanem a teremtett világnak az egyharmada a sátán oldalára állt, és fellázadt Isten ellen. És azóta diszharmónia van a világban. Diszharmónia van az univerzumban. Azt szokták mondani, hogy jó, hát ez nem olyan dolog, ezt nem úgy kell érteni, a jó meg a rossz dolgok kiegészítik egymást. Valaki nekem egyszer azt tanította, hogy a zongorának a fekete billentyűjén is tudni kell játszani. Ha nem játszunk a fekete billentyűkön, akkor nincs értelme a fehéreknek. És sokan így gondolják. De a világban diszharmónia van. Azóta, amióta a sátán megkérdőjelezte és meggyőződésévé tette azt, hogy az Isten nem jó. És Isten akkor készített egy tervet, és úgy döntött, hogy ezt a rendetlenséget, ami van, helyre fogja állítani, és ezt a döntését azzal pecsételtett meg, és azzal indította a tervét, hogy megteremtette az embert. Egy új lényt teremtett meg. Egy olyan lényt, aki vele közösségben, szoros kapcsolatban élt. És amikor ez megtörtént, a sátánnak lett egy fontos küldetése, feladata, amit saját magának adott, hogy azt a hitet, azt a bizalmat, ami az ember szívében ott van, hogy az Isten jó, és érdemes benne bízni, azt el fogom venni az embertől. És amikor az Édenkertben az a híres párbeszéd a sátán és Éva között lezajlott, majd Éva és Ádám között, azzal a következménnyel járt, hogy az ember elveszítette a hitét abban, hogy jó az Isten. De azt látjuk a Bibliából, hogy az ember bukásával Isten kalkulált. És Isten már az ember megteremtése előtt eldöntötte, hogy az embernek lehetőséget fog adni arra, hogy újból hitre jusson az Istennek a jóságában. Attila, nagyon jó volt, amit mondtál. Élő példája vagy annak, hogy a bukott ember, mint amilyen én is vagyok, újból hitre tud jutni abban, hogy az Isten jó, hogy az Isten erős, hogy az Isten hűséges, hogy az Isten igazságos. És ez bátran fölmeri vállalni. Istennek az a terve, hogy az Istennek a dicséretét szeretné helyreállítani az egész univerzumban. És ebben különleges szerepet szánt az emberiségnek, különös szerepet szánt a veszprémi keresztény közösségnek, és különleges szerepet szánt ebben a tervben neked. Ezt a tervet szeretnénk röviden átnézni, hogy mi Istennek a terve egész pontosan. Három fő vonulatáról szeretnék beszélni ennek. Az első Ábrahám. Ábrahámról azt tudjuk, hogy egy pogány környezetben élt, olyan környezetben, ahol az emberek nem hittek az egyedül igaz Istenben, hanem mindenféle bálványokat tiszteltek, és mindenféle bálványokat imádtak. A kérdés Ábrahámmal kapcsolatosan az volt, hogy amikor meghallotta Istennek a hangját, és Isten azt mondta neki, hogy vonulj ki az őseid földjéről, vonulj ki Ur Kasdimból, abból a városból, ahol fölnőttél, ahol az egzisztenciádat megteremtetted, és csináld azt, amit én mondok, fog-e hinni az Istennek? Rámeri-e bízni magát az Istenre? És fogja-e követni az Istennek a szavát? És Ábrahámot azért hívjuk a hit atyának, mert ő volt az, aki minden ellentmondás ellenére azt mondta, hogy én fogok hinni annak az Istennek, aki kijelentette magát nekem, és fogom követni. És Ábrahám az egész életét így élte le, kisebb, nagyobb bukásokkal, de végül azt mondja a Biblia, hogy hitben halt meg, és méltán hívjuk Ábrahámot a hit atyának.
Ábrahámnak Isten tett egy ígéretet, hogy sok nép fog származni az ő magvából, az ő törvényes feleségétől, Sárától. És valóban így történt, hogy Ábrahám, amikor 100 éves volt, teherbe ejtette a feleségét. Ez egy természetfeletti dolog volt, azt hiszem ezt megállapíthatjuk, nem egy természetes szintű dolog, amivel Isten kijelentette magát, és megszületett az ő fia Izsák, és Izsáknak is volt aztán 2 fia, Ézsau és Jákob, és a kisebbik Jákob azt a nevet kapta aztán később Istentől, hogy Izrael, és egy nagy nép származott tőle, akit ma is úgy hívunk, hogy Izrael. Istennek a tervében volt egy következő állomás a dicséret helyreállításával kapcsolatosan, abban a kérdésben, hogy az egész univerzumban ott legyen központi igazságként és tényként, és tartsa föl a mindenséget, hogy az Isten jó. Tehát fontos szerepet szánt Isten ebben a nagy tervben Izrael népének. Izrael népének Isten, ugyanúgy, mint a veszprémi keresztény közösségnek, adott egy küldetést. És az volt az ő küldetésük, hogy az Istennek a jelenlétét, az Istennek a dicsőségét hordozzák a nemzetek között, és hogy az embereknek a szívét Istenhez fordítsák. Ha emlékeztek, az Új Szövetségben egy helyen a Biblia a szemére veti Izrael népének, hogy képesek lennétek bármit megtenni, elmenni még a világ túlsó végére is azért, hogy egy pogány ember az izraelita hitre térítsetek, de nem veszitek észre azokat a problémákat, amik ott vannak a környezetetekben. Izrael azzal a küldetéssel élt, hogy az Istennek a nevét hordozza, hogy az Istennek a dicsőségét hordozza, és nem kevesebb küldetése volt, mint hogy Istent dicsérje, hogy Isten dicsőítse. Isten odaadta Izraelnek az ő jelenlétét, ami az első időszakban a Szent Sátorban volt, aztán később ugye Salamon volt, Dávidnak a gyermeke, aki először templomot épített, házat épített az Úrnak, ahol ott volt az Istennek a dicsősége, az Istennek a jelenléte. A Szent Sátor volt az a hely, a templom volt az a hely, ahol lehetett Istennel találkozni, ahol Istentől lehetett kijelentést venni, ahol az emberek egy szerény kisebbsége meggyőződésre tudott jutni tapasztalatok alapján is az Istent illetően. Úgy is hívták a Szent Sátort, hogy a találkozásnak a sátra, hogy a bizonyságtételnek a sátra. Hát Isten egy nagyon fontos küldetést adott Izrael népének, és az isteni terv harmadik része az az Új Szövetség, ami viszont már ki lett terjesztve mindenkire. Ami nem csak Izrael népére vonatkozik, hanem rád is, aki itt élsz Veszprémben, meg Veszprém környékén, vagy Magyarországon bárhol, vagy mint én például, én Budapesten. Isten szeretné azt, hogy tömegek jussanak el arra a hitre, hogy az Isten jó, és dicsérjék Istent. És hirdessék, és demonstrálják azt, hogy az Isten jó, és érdemes benne hinni. Izrael népével kapcsolatosan, a terv harmadik pontjával kapcsolatosan szeretnék egy embert kiemelni, ő pedig Dávid. Dávid nagyon komolyan vette ezt a küldetést. Ő Istennek a választottja volt, és ő az, aki nagyon sok dalt, dicsérő dalt írt Istenről. És ha megnézzük, rengeteget lehetne válogatni, csak 3 példát hoztam ide nektek. Fontosnak tartotta, hogy azokban a dalokban, amik Isten által ihletetten megszülettek a szívében, ott legyen a középpontban az, hogy az Isten jó. A 27. Zsoltár 4. verse így szól: egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Mi volt Dávid szívének a vágya? Hogy megtapasztalhassam, hogy láthassam, hogy milyen jóságos az Úr. Hogy milyen jó az Úr. Annyira szeretem Dávidot, ahogy szenvedélyesen tud beszélni az Istennek a jóságáról. Hogy meggyőződés a szívében az, hogy az Isten jó. Aztán egy következő ige vers, szintén Dávidtól, a 100. Zsoltárból: mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Mit mond ez az ige? Mert jó az Úr, és ráadásul szeret az Isten, és hűséges az Isten. Aztán még egy ige, a 34. Zsoltár 9. verse, ami így szól: érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Dávidnak a szívében ott volt ez a meggyőződés. Emlékeztek, mit olvastunk? A Zsidókhoz írt levélből, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell azt, hogy ő létezik, és hogy megjutalma azokat, akik őt keresik. Mi volt a Zsoltár szerzőjének a meggyőződése? Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül, aki hozzá folyamodik. Találkoztatok már olyannal, hogy rimánkodhatsz az Istennek, úgyse fog segíteni. Rajtad már az Isten sem segít. Nincs értelme.
a természet felettiben hinni és bízni. Az van, amit magadnak kikaparsz, más nincs. De az Isten jó, és boldog az az ember, azt mondja, meggyőződéssel a Zsoltárnak a szerzője, aki hozzá menekül. Úgyhogy Dávid részéről ez a felhívás nekünk is szól. Dávidnak az az üzenete, és ezen keresztül Istennek az üzenete ma hozzánk, hogy érezd és lásd meg, hogy jó az Úr. Hogy tapasztald meg, hogy jó az Úr, mert boldog az az ember, aki hozzá menekül. El is érkeztünk az új szövetséghez, amiben mi élünk, és három kérdést szeretnék ma neked föltenni. Az első az az, hogy te honnan tudod, hogy Isten jó? Te honnan tudod, hogy Isten jó? Micsoda? Megtapasztaltad? Érezzük a szívünkben, tehát vannak érzéseink, van egy olyan érzésem, hogy jó az Isten. Bocsánat, cinikuskodok, de csak azért, mert a nyulat igyekszem kiugrasztani a bokorból. Nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk magunknak. De én honnan tudom, hogy jó az Isten? Aztán a következő kérdés, hogy te miért dicséred Istent? Te miért dicséred Istent? Mert jól dicsérni. El kell, hogy mondjam nektek, hogy voltak olyan időszakok az életemben, ifjúbb koromban, bár most sem vagyok még öreg, amikor Istent egyszerűen csak azért dicsértem, mert jó volt dicsérni. A feleségem, amikor megtért, megtérő félben volt, elvittem egy evangelizációra, és nagyon szép dicséretek szóltak. És akkor megkérdezte tőlem, hogy hát ő nincs megtérve, ő énekelheti ezeket a dalokat? Mert olyan jó ezeket énekelni. És olyan jó az az érzés, ami közben áthatja az embert. Ő neki nem volt tapasztalata, nem volt hite abban, hogy az Isten jó, csak egyszerűen jó volt Isten dicsérni. Vannak olyan hívők, akik eljönnek az Isten tiszteletre, és a színvonalas a dicséret, akkor élvezik. Tök mindegy, hogy milyen stílusban zajlik a dicséret. A Handel Halleluja kórusát iszonyatosan lehet élvezni, és ez egy Istennek szóló dicséret. És az embernek a szíve megemelkedik, ha hívő, ha nem, hogyha azt a dalt hallgatja. És jó hatással van rád, igaz? De más egyszerűen az érzés miatt Isten dicsérni, meg más, amikor azért dicséred, mert a szívedben van egy hit, egy meggyőződés azra vonatkozóan, hogy az Isten jó. És a harmadik kérdésem az pedig az, hogy te hogyan dicséred Istent? Te hogyan dicséred Istent? Az egész életemmel, azt mondja a János. Néha az érekeimmel, de amúgy az egész életemmel. Hát ezt még számon fogjuk tőled kérni. Na nézzük, hogy az ige milyen választ ad nekünk erre a három kérdésre. És szeretnék egy kis epizód részletet mutatni nektek, olvasni nektek a János evangéliumának a 4. részéből, a 20. verstől. Ez a párbeszéd ugye Jézus és a samáriai asszony között zajlik. Aki, mint tudjuk, 5 válás után volt éppen egy 6. társa, és délben a kútnál, a legtikkasztóbb melegben, Samáriánál beszélget Jézus Krisztussal. Ezt mondja az asszony Jézusnak. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben vagy szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten szellem, és akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Ebből az ige szakaszból, mint ahogy látjátok is, két dolgot szeretnék ma este kiemelni. És az első dolog az az, hogy azt mondja Jézus ennek az asszonynak, hogy egy új időszak kezdődött, egy új korszak kezdődött. Azt, hogy az Istent imádjuk, az nem egy ceremónia része. Az nem egy kötelesség, egy parancs teljesítése, hogy el kell menned valahova, és ott imádnod kell az Istent, és ott van lehetőséged összekapcsolódni valahogy áttételesen az Isten jelenlétével, de legrosszabb esetben mondjuk látsz olyan embereket, akik épp az Isten jelenlétéből jönnek ki, mondjuk a főpapot egy évben egyszer,
hanem eljött az az időszak, amikor Isten olyan imádókat keres, akik őt szellemben és igazságban, vagy úgy lehetne fordítani, hogy valódi módon, valóságosan imádják Isten, dicsérik Istent. Isten azt szeretné, hogy te meggyőződésre és hitre jussál abban, hogy az Isten jó, és ezért dicsérjed őt. Van egy ismerősöm, akivel pár hónapja egyeztettem gázkazán ügyben, egy vízgázfűtés szerelő, és ajánlott nekem egy gázkazán márkát, és azt mondta, hogy mindenképpen azt ajánlja, hogy azt vegyem meg. Hát, mivel van neki gázkészülék kereskedése is, felmerült bennem a gyanú, hogy lehet, hogy nem rossz az neki, hogyha én pont azt a készüléket vásárolnám meg, amit ő ajánl. És a közelmúltban voltam nála a házában, és hogy beléptem a fürdőszobájába, mit látok? Hát egy olyan gázkazán van a falon, amit ő ajánlott nekem. És mondtam neki, hogy látom, te egy hiteles ember vagy. Mert nem csak mondtál nekem valamiről jó dolgokat, hanem te magad is aszerint élsz. És azt mondja, hogy persze, hogy így van. Hát mit gondolsz? Hát azért ajánlottam, mert tudom, hogy működik, mert tudom, hogy jó. Egy dolog eljönni ide a gyülekezetbe és Isten dicsérni. És kihirdetni a szellemvilág előtt is, meg a látható világ előtt is, hogy az Isten jó. De amivel igazán hitelessé válik a dicséreted, az az, hogyha megteszed azt, amit Isten mond neked. Hogyha mersz bízni benned, a hétköznapokban, a döntéseidet mikor meghozod. Az egy dolog, hogy elfogadunk igazságokat, és rábólintunk a fejünkkel, és megvalljuk a szánkkal, és egy másik dolog, hogy hogyan élünk. Hogy megtesszük-e azt, az életünk, ahogy a János mondta, dicsérje az Istent. Azt, hogy az életem Isten dicséri, az nem egy keresztény szlogán, hanem ez egy nagyon-nagyon konkrét igazság. És egy nagyon-nagyon fontos igazság. Nagyon lényeges az, hogy a döntéseidben, az életviteleden keresztül az nyilvánuljon meg, hogy te hiszel az Isten jóságában. És éppen ezért engedelmeskedsz neki. És rámered bízni magadat. És úgy éled az életedet, ahogy ő mondja. Amikor Isten dicsérjük, akkor nem azért megyünk Isten elé, hogy hízelegjünk neki. Azért, hogy cserébe kapjunk tőle valamit. Amikor értékesítéssel foglalkoztam, akkor tanították nekünk, hogy amikor először leülök valakivel tárgyalni, vagy telefonon beszélek vele, a legjobb dolog, hogyha, amit tehetek, hogy első lépésként felmagasztalom az egóját. Megdicsérem, hogy milyen szép az öltönye. Vagy végignézek a polcán, és látok okleveleket, kitüntetéseket, és azt mondom, hogy ó, látom, ön igazán egy sikeres ember. Meséljen, hogy lehet valaki ennyire sikeres? És akkor már is kaput nyitottam, hogy elkezdjem magáról mesélni, én lelkesedek érte, ugye ezt hívják manipulációnak egyébként, de hát ezt tanítják, sajnos, vagy nem sajnos, de ezt tanítják a különböző értékesítési iskolákba. És utána higgyem el, hogy lényegesen jobb lesz a beszélgetés hangulata, mint hogyha rögtön a tárgyra térnék. Az ember szeret valakit megdicsérni azért, mert cserébe vár valamit. De a Biblia azt mondja, hogy Isten, az Atya olyan imádókat keres, akik szellemben és valódi módon dicsérik őt. Akik a szívükben tényleg hitre és meggyőződésre jutottak a tekintetben, hogy az Isten jó. És valódi hit van a szívükben. Az édesapám mesélte, szokta mesélni, hogy amikor általános iskolás volt, ugye ez nem ma volt már, akkor egy napon, május 1-jéhez közeledvén megjelent az igazgató az osztályteremben, és fölmutatott egy bőrfocit, ami akkor nagy szám volt, és azt mondta, hogy gyerekek, ezt a labdát Rákosi elvtárs küldi nektek. És utána cserébe az volt a dolguk, hogy május 1-jén kivonuljanak az utcára, és kiabálják teli tüdőből, hogy éljen Sztálin, éljen Rákosi. Hát ugye meggyőződésre jutottak a tekintetben, hogy Rákosi elvtárs az egy jó ember. És meglehetősen őszintén hangzott a szájukból a dicséret. Nem valószínű egyébként, tehát nyilván átláttak a szitán. De tudnotok kell, hogy az Istennek a dicsérete nem erről szól, hanem Isten ki akarja neked magát jelenteni, az ő jóságát. Azt mondja a Zsoltár, hogy érezzétek, tapasztaljátok és lássátok meg a saját életetekben, hogy jó az Úr, és hogy boldog az az ember, aki hozzá menekül. Isten azt akarja, hogy te meggyőződj erről, és a te meggyőződésedet hirdesd akkor, amikor Istent dicsőíted. Azt látjuk, hogy az egyháznak rendkívül fontos szerepe van ebben. Van egy ige szakasz, még van egy kevés időm, amit szeretnék nektek felolvasni,
ezt nem vetítem ki, az Efézusi levélnek a harmadik részében találjátok. Hogyha van nálatok Biblia, akkor most tényleg vegyétek elő. Tehát Efézusi gyülekezethez írt levél harmadik rész. Az első verstől olvasom. Ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja, értetek, a pogányokért. Ugye olyanokról írja ezt, akik nem zsidó származású emberek voltak. Tehát már új szövetségben vagyunk. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fia előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és a profétáinak a Szent Szellem által. Miről beszél Pál? Jézus Krisztusnak a titkáról, és azt mondja, hogy ez egy olyan titok, ez egy olyan különleges kijelentés, ami eddig soha más nemzedékeknek nem adatott meg. Egy különleges korban élünk, mondja Pál. Isten valami különlegeset készített a számunkra. Hát ez a nemzedék és ez az időszak mind a mai napig tart. Hogy tudniillik, a pogányok örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, figyeljetek, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és most figyeljetek, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabadutunk bizalommal a benne való hit által. Egy kicsit nehezen értelmezhető ez a szakasz. De próbáljuk meg mégis. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten úgy döntött, öröktől fogva, volt egy elhatározása, hogy az egyházban, ki az egyház? Azok az emberek, akik hitre jutnak Istenben, az Isten jóságában, és saját akaratukból, nem kényszerből, nem parancsok végrehajtása miatt, önként követik Istent, és hisznek Jézus Krisztus áldozatában, és összekapcsolódnak az Istennel, újjászületnek. Ezek az emberek alkotják az egyházat. És azt mondja Pál apostol, hogy Isten úgy döntött örök időktől fogva, hogy ezen az egyházon keresztül jelenti ki az ő bölcsességét a szellemi fejedelemségeknek és hatalmasságoknak. Máskor is elmondtam már, hogy az embereken kívül egyetlen egy olyan teremtett lény sem létezik, aki lehetőséget kapott volna arra, hogy föllázad az Isten ellen, szembefordul az Istennel, azt mondja, hogy az Isten nem jó, és nem hiszek benne, és nem érdekel az Isten, és utána lehetőséget kap arra, hogy visszaforduljon az Istenhez, és újból hitre jusson. Isten, tudnotok kell, hogy az emberiséget jelként tette oda az egész univerzum, az egész teremtett világ elé. És ezen belül is Isten téged választott ki arra, hogy te demonstráljad azt, hogy az Isten jó. És hogy az, ahogyan élsz, ahogyan itt énekelsz a gyülekezetben, hirdesse az Istennek a jóságát. Ez egy jel. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, egy rendkívül fontos dolog. És ami ezt elvégzi bennünk, az nem más, mint Jézus Krisztusnak a megjelenése. Ha megnézitek azt a szakaszt, amit felolvastam a samáriai asszony és Jézus között zajló párbeszédből, akkor a samáriai asszony tisztában volt egy fontos igazsággal. Azt mondja, hogy tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Az Ószövetségben Izraelnek az volt a dolga, hogy hirdessék az Isten jóságát. De sajnos azt látjuk, hogy kevesen voltak azok a kivételek, akik erről a szívükben meg voltak győződve. És ezt önként dalolva tették. Néha voltak átéléseik, de nagyon sok esetben csak egyszer fent, egyszer lent állapotok voltak. Voltak mozgalmak, amikor fellendült az Isten iránti elkötelezettség, és próbáltak Istennek engedelmeskedni, és volt egy csomó ilyen időszak, amikor teljesen elfordultak Istentől, és a bálványokat imádták. Volt olyan, amikor a királyok vezetésével Izrael meg Júdea tele volt bálvány áldozati oltárokkal, és bálvány áldozó halmokkal, ahol Izrael népe, akinek az lett volna a küldetés, hogy az Isten jóságát dicsérje,
pont az ellenkezőjét tette, azt hirdette, hogy nem érdemes Istenben bízni, jobb a bálványokban hinni, és a bálványokhoz fordulni. És ennek több oka volt. Azt mondja a Biblia, hogy azok az áldozatok, amiket akkor bemutattak a bűnért, mert szükség volt akkor is arra, hogy a bűnért büntetés legyen, és azt mondta a Biblia, hogy vérontás nélkül bűnbocsánat, azok az áldozatok nem tudták megváltoztatni az embereknek a szívét. Amikor egy állatot levágtak, egy állatot is lehet sajnálni. Volt évente egyszer ez a nagy ünne, az engesztelésnek a napja, amikor levágták az ártatlan bárányt, aki szent volt, és tökéletes, és hibátlan, és sajnálták azt a kis birkát, vagy bárányt, meg kecskét, akinek meg kellett halnia az emberek bűneiért. De hát aznak mégsem volt akkora súlya. De amikor Jézus Krisztus megjelent, akiről azt mondja a samáriai asszony, tudom, hogy ő fog kijelenteni nekünk majd minden igazságot, akkor ott azért már komoly volt a tét. Amikor te megérted azt, hogy Isten emberré lett, nem angyallá lett, nem egy másik szellemi teremtményé lett, hanem egy olyan ember lett, mint te, és föláldozta saját magát, érted? Amikor a Szent Szellem ezt kijelenti neked, akkor a szívedben létrejön a hit és a meggyőződés abban, hogy az Isten jó. És a legjobb, amit tehetek, hogy bízok ő benne. És úgy csinálom a dolgokat, ahogy ő mondja. Azt mondta ez a samáriai asszony, nagyon tisztában volt vele, hogy tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, kijelent nekünk minden igazságot. Ez a minden, hogy az Isten jó, hogy az Isten szeret. Ha választanom kell, hogy kire bízzam az életemet, a szomszédomra, vagy egy olyan emberre, mondjuk egy olyan ember, aki nagyon szeret és kedves velem, és sok jót tesz velem, vagy egy olyan emberre, aki az életét kockáztatja értem, mert annyira fontos vagyok neki, akkor azt az embert fogom választani, aki kész az életét odaadni értem. Aki kész ilyen áldozatot hozni értem. És Jézus Krisztus meghozta ezt az áldozatot. És ez ad lehetőséget nekünk arra, hogy mi valódi módon, hitre jutva a szívünkbe dicsérjük az Istent. Még egyetlen egy dolgot szeretnék nektek mondani. Az a dolog, ami a küldetésünknek a része, a dicséret, a dicsőítés örökké való és örökké fog tartani. Istennek az volt a terve, hogy a dicséret soha ne szűnjön meg. Ez egy olyan cselekedet, amit mindig fogunk végezni. Vannak ugye a gyülekezetünknek más küldetései, például az evangelizáció, a közösség, a tanítványság, a szolgálat, és ebből vannak olyanok, amiket csak itt a Földön tudunk csinálni. Elmondom nektek, hogy a mennyben már nem lesz küldetésünk az evangelizálás. Azt most tennünk kell ezerre. De ez nem azt jelenti, hogy most viszont ne dicsőítsünk. Amikor mi dicsőítünk, akkor egy örökké való dolgot teszünk. Azt mondja a 45. Zsoltárnak a 18. verse, hogy hirdetem nevedet minden nemzedéknek, ezért magasztalnak majd a népek örökkön örökké. Tudnod kell, hogy te egy örökké való tervnek a része vagy. És ez a gyülekezet egy örökké való tervnek a része. És az a küldetésünk, hogy Isten dicsérjük. Hogy hitelesen kihirdessük, demonstráljuk a világ előtt, és a szellemvilág előtt is, hogy lehet, hogy vannak, akik elveszítették a hitüket, és nem tudnak bízni az Istenbe, de én hiszek. Mert megtapasztaltam, mert tudom, és ez így van. Különösen az elmúlt időszakban, ebbe beleértendő mondjuk az elmúlt 10 év, Magyarországon az emberek sokszor az utcára mennek, azért, mert egy általuk fontosnak tartott igazság mellett szeretnének demonstrálni. És úgy gondolják, hogy másképpen az igazság nem kerül napvilágra, ha nem megyünk ki az utcára, és nem hirdetjük ki mindenkinek, hogy mik a tények. És ennek valahol, hogyha egy országban nem működnek megfelelően a demokratikus elvek, van helye és van szerepe. Fontos, hogy az igazságot napvilágra hozzuk, és a hazugságot leleplezzük. És tudnotok kell, hogy amikor mi dicsérjük Istent, amikor mi itt vagyunk a gyülekezetben, és teljes meggyőződésből hirdetjük az Isten nagyságát, hirdetjük az Istennek a jóságát, az Istennek a szentségét, az Istennek az erejét, az Istennek a hatalmát, akkor mi demonstrálunk. És ezt az egész szellemvilág látja. És ezzel valamit kezdeni kell. Amikor te Isten dicséred, jó dolgokat mondasz róla, kijelented az Isten jóságát, akkor leleplezed a sátánnak a hazugságát. És minden egyes olyan alkalommal, amikor azt mondod, hogy jó az Úr, akkor beviszel egy gyomrost a sátánnak.
és érzi, hogy közel van a veszte. Mert egyszer mindenkinek be kell állni ebbe a sorba. És nem lesz appelláta. De Isten most a lehetőségként kínálja azt, hogy hirdessük az Isten jóságát. És hogy aki teheti, aki akar, az jusson hitre ebben. Úgyhogy azzal szeretném zárni, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.